Bár a jó miniszterasszony hivatalosan az elmúlt napokban leköszönt, és Brüsszelben új sikerek várják állítólag, de az általa és Völner pár idejében életre hívott értelmetlen törvénymódosítás nem változott, és nem távozott az igazságügyi miniszterrel egyetemben. Ami már a gyakorlatban is megmutatta, hogy nem csak értelmetlen, de egész egyszerűen adós ellenes ez a rendelkedés. 2021. január 1-től van hatályban ez a törvénymódosítás, aminek értelmében ingatlanok esetében 20 nap, ingóságok esetében akár 15 napon belül is lezárulhatnak a licitálások, amennyiben érvényes licit érkezik ugye a pertárgyakra. Fontos változás még, amit meg kell jegyezni, hogy ingóságok esetén akár a becsérték 1%-áért is elkelhetnek ezek a ingóságok, hogyha az árverés utolsó szakaszában érkezik ezekre licit. Az árveréseket ugyebár emiatt súlyosan felgyorsították, de ezzel ellentétben a bírósági eljárásokat nem gyorsították fel ennek párhuzamosan, amik hatalmas problémákat okozhatnak, meg okoznak is, annak tudatában ugye, hogy eddig az adósoknak 60 napjuk állt különféle kifogásokkal élni, vagy különféle jogi lehetőségeket igénybe venni. Ezzel ellentétben ugye az új törvény értelmében már csak 15 vagy 20 napjuk áll rendelkezésre az adósoknak. Mielőbb meg kell szüntetni ezért az árverések felgyorsítására alkalmas jogszabályt, ami senki másnak nem kedves, csak az ingatlan maffiának és a népnyúzó végrehajtóknak. A Mi Hazánk mozgalom határozott elképzelése, hogy a jogos tartozásokat ugye meg kell fizetni, de ha végérvényesen árverésre kerül is a sor, akkor a cél a minél nagyobb tartozás térülésének kellene, hogy legyen, és ne az árverési hiénák gazdagodását segítsék ezek a jogszabályok az eddig is kisemmizett adósok nyomorából. Véget kell vetni ennek az eszement adósságbehajtásnak. Ha Varga Judit távozott, távozzon az állat általa életre hívott törvény is. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért követeli, hogy a kormánytól, hogy vizsgálja felül ezeket az intézkedéseket, és vegye szemügyre az adósok érdekeit, és ne a nemzet vámszedőit segítsék a továbbiakban. Ennek érdekében pedig határozati javaslattal fog élni a Mi Hazánk mozgalom, hogy végre emberséges és igazságos mederbe terelődjék az árverezés. A Mi Hazánk mozgalom ezen kívül határozottan elvárja azt az új igazságügyi minisztertől, hogy új szemléletet is hozzon a végrehajtási eljárásokat illetően, és az elődje által az adósok kisemmizéséért hozott értelmetlen törvényeket pedig hívja vissza mielőtt.